Van nekem két csodálatos szülőm, akik nagyon sok külső szem számára csak egy varázscsomag, de azért, ha valaki úgy tekint, tehát, hogy mondjam, az nehéz egy férfi embernek, hogy egyszer csak ő a szinetár család része lesz. És ezzel nem tudok mit csinálni. Tehát nagyon sok ember szemébe mi a szinetár család vagyunk, akkor is, hogyha tulajdonképpen mi a Makranci család vagyunk, hiszen ugye Makranci Zalán nálunk a családfő. De elszólások vannak, és a Zalán ezt nem bánja. Nyilván ezért is mondom, hogy ez nem csak személyiség kérdése, kor kérdése is, mert mire mi összekerültünk, ő már ott tartott az életében, hogy ő már önmaga volt valaki. És így tud elfogadni pontosan az önértéket. És őt az nem zavarja, hogyha ő neki azt mondják, hogy ő az apósának a veje, mert ő azelőtt is már játszott a Nemzeti Színházban főszerepet, hogy mi megismertük volna egymást, tehát hogy nem fél attól, hogy bárki azt gondolná, hogy ő ettől lett nincs valaki. Nincs értékelési probléma sem. Nincs, de hozzá kell tegyem, mert ez tök fontos, hogy hogy mindkét előző férjem is maximum maga érezte ezt, soha senki nem gondolta róluk, csak ez nekik szerintem okozhatott problémát. Neked egyébként milyen volt a szinetár családban fölnőni? Ha már így a szinetárokról beszélünk, a műsor bevezetőjében azt lengettem be, hogy nem lehetett olyan könnyű sem gyereksztárrá válni itt, sem pedig felnőni, nem azért, mert Kossuth Díjasok a szüleid, egyébként csodálatos szüleid vannak, szóval azt gondolom, emberileg is, meg hát művészeti értelemben, meg szóval mindenképpen egyszerűen le a kalappal az egész család előtt, de neked milyen volt felnőni itt? Nem volt ez nyomasztó soha? Én többet kaptam abból a részükből, ami nagyon szerethető, mint abból, ami ennek a nehézsége. Tehát nekem az, hogy a szüleim azok, akik elsősorban azt jelenti, hogy olyan csodálatos emberek és olyan partnerek voltak nekem az életben mindig. Tehát, hogy annyira felnőttként kezeltek, ahogy mondtam. Az, hogy most megismertek minket a Balatonparton, és ezért kicsit macerásabb volt mondjuk bemenni a vízbe, ez gyerekként annyira nem zavart, akkor még más volt a világ. Tehát, hogy ennek ilyen jellegű negatív hozadéka nem volt. Később lett inkább. Tehát, hogy abban például soha senki nem gondol bele, hogy ugye kaptam nyilván én is olyan kritikát, hogy nekem könnyű, mert hogy biztos van, aki például azért dolgozik velem, mert mondjuk apukámtól akar valamit, ez azért úgy megvolt ez a mondat még jó pár évvel ezelőtt, abban nem gondolnak bele, hogy van, aki meg azért nem dolgozik velem, mert hogy apukámmal valamiért például valami baja van, mondjuk vele kevés embernek van baja, de azért olyan is akad, ilyen is előfordult. De ha az egész mindenséget mérlegre teszem, akkor sokkal-sokkal többet kaptam ettől a dologtól, mint amennyit elvett tőlem.